Kedves nézőink, Önök a Pápa Városi Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A pandémia után megújult erővel, fiatalos lendülettel és az újdonságok iránt érdeklődéssel érkeztek Pápára a 20. országos ifjúsági néptánc találkozó résztvevői. Mint Sikentát Szilveszter, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, nagyon várták már ezt az alkalmat, nem csak azért, hogy új dolgokat lássanak, tanuljanak, hanem azért is, mert Pápára járni néptáncfesztiválra szinte kötelező azoknak, akik komolyan gondolják ezt a műfajt. Megnyitó beszédében dr. Áldozó Tamás polgármester kifejtette, hogy Pápán komoly hagyományai, egyéniségei és iskolái vannak a néptáncnak. Majd külön megköszönte Bán Éva munkáját, aki fáradhatatlanul dolgozik évtizedek óta a néptánc mozgalomban. A 20. alkalomból én azt hiszem, hogy külön meg kell, hogy köszönjen azt a fáradhatatlan munkát, azt a hihetetlen energiát, amit Bán Éva tesz ennek a rendezvénynek a megszervezésébe, azt a fajta elkötelezettséget, amellyel a nála jóval fiatalabbakat is folyamatos erőkifejtésre kényszeríti. Én tudom azt, hogyha Éván múlik, akkor még a 30. néptánc találkozón is itt fogunk találkozni, már pedig én hiszek abba, hogy ez így lesz. Sikentánc Szilveszter, az Örökség Egyesület elnöke elmondta, hogy a néptáncosok nagy bajban voltak a pandémia idején, hisz még próbálni sem tudtak, de most újra együtt lehetnek, tanulhatnak egymástól, és meghallgathatják a zsűri véleményét. Nagyon nagy boldogság ez a számunkra, és nagyon örülünk, hogy itt Pápán újra meg tudjuk tartani ezt a találkozót, ahova horribilis mennyiségben jelentkeztek az együttesek, de hát egyszerűen a vonalat meg kellett húzni, és volt olyan, akit már vissza kellett utasítsunk, és annak ellenére, hogy itt a háborús helyzet miatt a szálláshelyek korlátozottságát figyelembe véve nem tudtunk szállást biztosítani az együtteseknek, attól függetlenül is ők jöttek, itt vannak, kíváncsiak egymásra, kíváncsiak a szakmai zsűri véleményre, értékelésére, és bíznak abban, hogy olyan teljesítményt nyújtanak, amivel antológia ajánláshoz jutnak. Az ország minden részéből érkezett néptáncosok mindenkit várnak pénteken és szombaton este a táncházba, szombat délelőtt 9:30-ra a főtérre, a Tarsoly Zenekar koncertjére, 11 órakor pedig a református templomban Kocsis Enikő táncművész tart előadást, délután pedig a JMK színpadán egymást váltják a csoportok, hogy bemutassák tudásuk legjavát. Mint egy nulladik napként ma délelőtt klubkiállításokkal kezdődött a Pápai Nemzetközi Kutyakiállítás. Itt többek között retrívereket, vízikutyákat, dalmatákat értékelt a zsűri. Szombaton és vasárnap aztán már minden kutyus ringbe lép, délelőttönként lesznek a bírálatok, délután pedig a best in show-k. A kétszeres CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás helyszíne a Pápai Vasas pálya. A kutyabarátoknak kihagyhatatlan program. A Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület, a Dalmata és Kopó Klub, valamint a Magyar Törpekutya Barátok Egyesülete tartott ma délelőtt klubkiállítást. Beke Judit, a Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület elnöke elmondta, magas létszámmal vettek részt a fajták már ezen a napon is. 178 retrievert bíráltak. Nagyon-nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy a pápai kétnapos nemzetközi kutyakiállítás úgymond keretein belül, de önálló napon megrendezhetjük ezt a kiállítást, ugyanis Pápának a szerintem szenzációs földrajzi fekvése, illetve maga a gyönyörű város, és mindenféleképpen a pápai elnökünknek a segítségével ez egy nagyon nagy lehetőség, és ez a nevezési létszámokban ez meg is mutatkozott. A Golden Retriever nagyon népszerű fajta, Magyarországon is az egyik kedvenc. Szabóné Lakosi Csilla is gyönyörű kutyusokat hozott a bírálatra. Van két kutyusunk, egy goldenünk és egy labradorunk, de nem mindig nagy örömmel jövünk Pápára, a Balatonpartról jövünk, úgyhogy közel van, meg mindig nagyon-nagyon jó a szervezés, jó a társaság, úgyhogy szeretünk itt lenni. A hétvégén közel 2000 kutya lép majd ringbe. Szombaton és vasárnap 17 bíró értékeli majd a kutyákat, hazai és nemzetközi szakemberek. Sergio Scarpellini Bergamóból érkezett. Mint mondta, autóval jött, hogy egy kicsit megnézze Magyarország ezen részét. Felfedeztem egy kicsit Magyarország ezen részét. Igazán szép. Tényleg nagyon örülök, hogy itt lehetek. A kiállítás nagyon jó, a helyszín is gyönyörű, minden jól szervezett. Biztos vagyok benne, hogy kellemes napoknak nézünk elébe. A bírálatok 10 órakor kezdődnek szombaton és vasárnap. Délután 15 órától tervezik a best in show-kat, a legjobbak megmutatkozását.
Vasárnap délben lesz egy hobbi kutya verseny. Azt a bevétel, amit a nevezésből fog összejönni, meg amit mi hozzájárulunk, az idén a Viski önkormányzat számára, vagy a kórház, Viski kórház, arra szeretnénk úgy felajánlani. A kutya kiállítás helyszíne hagyományosan a Vasas pálya. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Újabb 30 gépkocsi beállás kap térkőburkolatot a Várkert fürdő parkolójában. Az úszoda épülete előtti parkolóban néhány éve már leburkoltak 30 beállót, most a térkövezett felület nagysága megduplázódik. A munkálatok 2 hete kezdődtek, a kivitelezők már a térkövet rakják a parkolóban. Bár sokan a termálfürdő bejárata előtti murvás területet használják parkolónak, a Várkertfürdő épített parkolója az úszoda előtt található. Ezért annak a fejlesztése zajlik a mostani beruházás keretében. A parkolónkon meghaladja az 1 hektáros területet, ebből most egy ilyen 700 négyzetméteres területet tudunk letérkőztetni. Természetesen azért csak ennyit, mert jelenleg ennyi fedezetünk áll rendelkezésünkre, és hát ezt a jövőben majd mindig tovább is kívánjuk folytatni, mert hát elsődleges cél, hogy a fürdőnek ez az elsődrendű parkolója, az a célunk, hogy a vendégeket ide szoktassuk. A most folyó munka azt jelenti, hogy újabb 30 parkolóállás kap térkőburkolatot. A munkát a Városgondnokság építőipari csoportja végzi. Tulajdonképpen ugyanaz a technológia, amivel a járdákat építjük. Először megépítjük az alépítményt, hát itt viszonylag szerencsés helyzetben voltunk, mert egy murva ágyazat volt, amiből nyilván a térkőnek a helyét ki kellett emelnünk, majd kapott egy 2-4-es murva terítést, amivel már a tükröt csináljuk, és most pillanatnyilag már rakjuk a térkövet. 720 négyzetméter egész pontosan, és 30 darab parkolóállás fog elkészülni. A fürdő vezetése a parkoló többi részét is rendbe teszi a nagy vendégforgalomra. Természetesen a növényzettel foglalkozni kellene, szeretnénk azért ezeket egy kicsit így megújítani, felmerült, hogy akár másfajta fákat ültessünk az árnyékolás miatt, de van egyéb kilátásunk is, azért uniós projektből az elkövetkezendő 1 vagy 2 évben talán energetikai pályázatok is megvalósulhatnak, erre vannak előirányzatok, és azt gondolom, hogy itt a parkolóban akár napelemeket is majd el tudunk helyezni a jövőben, ez egyfajta árnyékolás technikát is jelenthet majd az autóknak, és természetesen a térkövezést majd igyekszünk tovább folytatni. A vezérigazgató emlékeztetett, a termál előtti terület nem parkoló, csak a vendégek használják annak. 2020-ban elkezdtük a 60 szobás négycsillagos hotel tervezését. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha majd bele tudunk vágni a kivitelezésbe is, akkor az a murvás parkoló, amit a vendégeink most előszeretettel használnak, ott majd nem fognak tudni a jövőben parkolni, és ezért is kezdtük el az úszodával szemközti kimondottan parkolóként nyilvántartott területünket egy kicsit felújítani, bővíteni, hogy ez a terület majd inkább rendelkezésére álljon a vendégeinknek. Az úszoda előtti terület rendezése már a strand szezonra való felkészülés egyik eleme, hiszen a strandot a hónap végén megnyitja a fürdő. A pápai evangélikus templom felújítása egy újabb állomásához érkezett. A mennyezet rendbetételét szeretné elvégeztetni az egyházközösség. Dr. Virl Zsuzsanna festő, restaurátor a napokban vizsgálta a templom mennyezetét, mely, mint mondta, rendkívül rossz állapotú. A vizesedés nagymértékű károkat okozott, a szakemberek most arról egyeztetnek majd, hogy miként lehetne ezt orvosolni. Sajnos ezek a mennyezetek annyira rossz állapotban vannak, hogy nem szívesen mondom, de hát bizonyos helyeken veszélyes kifejezetten. Mondta dr. Virl Zsuzsanna, festő-restaurátor művész. A feladata egyrészt az volt, hogy megállapítsa, a jelenlegi festés mennyire értékes, valamint, hogy van-e alatta másik réteg. Ez egy kedves festés, és nyilván mindenki megszokta itt, de nem egy értékes festés. Tehát, hogyha mondjuk itt muszáj lenne egy gerendát cserélni valahol, akkor ezt a festést díszítő festőkkel, akár restaurátor irányítás mellett, ezt vissza lehet simán festeni. Tehát nem retussálni, nem feltétlenül magas szintű restaurátori munka kell hozzá.
Ellenben alatta van egy másik réteg, amit szintén látunk, hogy le is védték, meg egyebek. Hát sajnos az se eredeti, tehát az a festés sem a templom eredeti festése. Ellenben tegnap már találtunk eredetit, ami a templom építésével egyidejű. Az eredeti festés, már most szürkének tűnik, kék volt. Nem tudjuk egész pontosan megmondani, mert ugye itt egyelőre mi kutatunk, hogy ez mennyire színvonalas, mert hát kisebb felületeket néztünk meg. Nyilván ahhoz, hogy tökéletesen megmondjuk, hogy ez milyen, mennyire értékes festés, ahhoz több kutatást kell végezni. A másik feladat az volt, hogy megállapítsa, milyen állapotú a mennyezet. A födém gerendák közül ki kell cserélni néhányat, de fontos, hogy ne sérüljön a szerkezet. Ezért is volt szükség a falkutatásra. Tehát egyrészt vannak a gerendák, de a gerendák alatt van egy deszkázat, és a deszkázat alatt van valójában ez a nátszerkezet, mert ehhez rögzítették a vakolatot. És azon a vakolatot, és a vakolaton pedig vannak ezek a bizonyos festésrétegek. Úgyhogy itt nem is a festésrétegnek a megmentése a leglényegesebb, hanem az egész szerkezetnek a megmentése. A szakemberek több helyütt találtak friss vízesedést, pedig a tetőt már kijavították. A bűnös valószínűleg a nád. Az megtartja a vizet, és hát ez nyilvánvalóan még esetleg egy magas páratartalom mellett már a felületen kijön, úgyhogy egész konkrétan vizes felületeket látunk. Tehát nem csak a kivirágzásokat, ami arra utal, hogy valamikor ázott, hanem most is ilyen. A festő-restaurátor művész elmondta, a falkutatás eredményeit megbeszélik a többi szakemberrel is, együtt döntenek arról, hogy miként folytatódhat a felújítás. Indián törzsek alakultak az Erzsébet városi óvodában a két héten át tartó tematikus projektben. Az óvónénik voltak a törzsfőnökök, a kis indiánok pedig belekóstolhattak a természet közeli nép életébe, természetesen játékos formában. A záró rendezvényt ma tartották 4 próbával, békepipával és esőtánccal. Az elmúlt 2 hétben indián táborrá változott az Erzsébet városi óvoda. A gyerekek számos ismerettel gazdagodtak az indián kultúra kapcsán. Nagyon régóta készültünk erre. Az alapötlet az egy második tagovodából ellesett ötlet alapján készült, és ezt bővítettük mi ki úgy, hogy minden csoport a saját sajátosságára formálta a kis törzsét. Rengeteg ötletet gyűjtöttek a kolléganők, mindenki a Dajka nénitől elkezdve a pedagógiai asszisztensek, óvónénik már hetek óta lázba égtek emiatt a 2 hét miatt. A tippik, azaz a sátrak az udvaron kaptak helyet, és a hetek során minden foglalkozásba beépült ez a téma, mesék, dalok, kreatív alkalmak kapcsán is. Igyekeztünk a gyerekekkel egy másik kultúra, sajátos, főként természetközeli életvitelét megismertetni, különböző eszközökkel, játékokkal, játékos formába tanulhatták meg a gyermekek az indiánok életét. Ez azt jelentette, hogy minden csoportnak így a második hét elejére már volt saját tippie, kenúja, bölényt vadásztunk, halat haláztunk, tehát megtanulták ezeket a kis praktikákat a gyerekek a játékok során. Ma volt a 2 hetes projekt záró rendezvénye. 4 próbával bizonyíthatták ügyességüket a gyerekek. Az első próba bölényvadászat volt speciális nyilakkal, majd következett a halászat kenuból, majd kirakó, végül célba dobás. Minden teljesített próbáért bátorságcsík járt. A Pápa és környéke zsidó kulturális hagyományőrző egyesület a közelmúltban néhány használaton kívüli padot kapott a Dózsa György úti zsinagóga közösségétől. A padok jó állapotúak, de az egyesület tagjai a napokban letakarították és át is festették ezeket. A padokat hamarosan használni is lehet. Januárban érkezett meg az adomány Budapestről. Ezt követően az egyesület tagjai felmérték a bútorzat állapotát, aztán megszervezték a padok takarítását és felújítását. Először természetesen portalanításra volt szükség, ezt követte a festés. Egy részük nagyon szép és használható így is, de egy-kettőn azért van olyan kopás, egy kis repedés, amit próbálunk most ecsettel
kijavítani, és reméljük, hogy hamarosan rögzíteni is tudjuk egymáshoz úgy a padokat, hogy azokat ténylegesen használni lehessen majd a jövőben, hiszen pont ez lenne a cél, hogy egy kicsit megmutassuk, hogy milyen lehetett akkor a mi zsinagógánk, amikor itt tényleg tele volt padokkal, és ténylegesen ezeket használták. Mondta Schmidtor Solya, egyesületi elnök. A padokat az eredeti színre, sötétbarnára festették. Az egyesület tagjai szívesen vállalták a feladatot, segítettek, hogy minél hamarabb használhassák a látogatók a padokat, melyek hasonlóak azokhoz, amelyek eredetileg álltak a pápai zsinagógában. Igen, hasonló padok voltak, tehát ezek végül is klasszikus, mondhatnánk azt, hogy templomi padok, hiszen ha bemegyünk bármely felekezet templomába, akkor hasonlóakat láthatunk, tehát tulajdonképpen nem arról szólnak ezek a padok sem, hogy kényelmesen üljünk bennük és elmélázzunk, hanem bizony viszonylag egyenes tartással koncentráljuk arra, amiért jöttünk, tehát imádkozzunk, és tegyük mindezt olyan körülmények között azért, én azt gondolom, amely autentikus. Schmidtor Solya egyesületi elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy ezek a padok itt lehessenek. Ha már egymáshoz rögzítették a részeket, akkor természetesen használhatóak lesznek ezek az ülőalkalmatosságok, melyek elrendezésénél figyelnek arra, hogy ne zavarják a kiállítás összképét. Kedves nézőink, következzen az időjárás jelentés Polgárné Boros Karola fotójával. Szombaton egy hideg front érkezik, felhőzetéből több helyen alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Délután északnyugat felől csökken a felhőzet, további záporok, zivatarok elsősorban délen, délnyugaton várhatók. A front mögött több felé erős, néhol viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A front ellenére napközben még 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap száraz, napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Élénk több felé erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!